Egészen elképesztőnek tartom, hogy vádemelés helyett futni hagyja az ügyészség a gyilkossággal fenyegetőt. Legalábbis ez derül ki abból a levélből, amit egy tiszaföldvári fiatal hölgy kapott a Kunszentmártoni járási ügyészségtől. Hiszen ma azért vagyunk itt, mert rendet szeretnénk. Rendet szeretnénk Miskolcon, Borsod megyében és az országban. Mert ha nem lesz rend, akkor 10 éven belül nem úgy rendetlenség lesz Borsod megyében, hanem a megye élhetetlenné fog válni. Tegnap előtt, ha jól tudom, akkor percesen történt egy késelés, amelyben 5 fiatal volt benne, ha jól tudom, akkor az hírek szerint 2 Jukóvölgyből érkeztek, 3 helyiek voltak. Lincselési kísérlet önállóan jelenjen meg a magyar büntetőtörvénykönyvben. Újabb brutális gyilkosság Borsodban, ezúttal monokon vertek agyon fahúsággal egy idős embert, fiatalok. Azt kell mondanom, hogy megint egy olyan gyilkosság, ahol fiatalok az elkövetők, és egy idős, az életét ledolgozott ember az áldozat. De azt gondolom, hogy a miskolciaknak legyen joga eldönteni, hogy az adóforintjaikból kiket és milyen feltételekkel támogatnak. Erre sétáltunk, és láthatjuk, hogy itt egy áramlopás, onnan jön le a vezeték fentről, és itt megy be, jól látszik az ingatlan területére, ha jól látom. Igen, így van. Azért nagyon sok esetben itt úgymond majdnem a teljes rezsicsökkentés valósul meg, mert ugye nyilván aki itt lakik, azért személyszállítási szerződés jellemzően nincsen, az olyan sokszor útról hozzák a vizet, tehát vízért nincs díj, az áramot látjuk, hogy lopnak, és nagyon sokszor az is van fűtve. Tehát szoktam mondani, hogy egy teljes rezsicsökkentés. Azt gondolom, hogy egészen elképesztő, hogy ma Magyarországon vannak olyan emberek, akik tisztességes, adófizető, becsületes embereket fenyegethetnek házuk felgyújtásával, meggyilkolásukkal. De mi azért vagyunk itt ma, hogy harcoljunk. Harcoljunk a rendért, harcoljunk a településeinkért, és azért a 2022-ben legyen bent a parlament egy olyan magyar párt, amelyik nem hagyja szőnyeg alá söpörni a problémát. Mert nem hagyhatjuk. Ez a mi hazánk. Köszönöm, meghallgattatok.